üdvözlöm a sajtótájékoztató részvevőit. Először az elemfélvezető edzőjétől szeretnénk kérdezni, hogy a másik fél időben sikerült kettőre feljöttök, mi kellett volna ahhoz, hogy esetleg így elítsetek is, vagy akár fordítsatok is. Köszöntök mindenkit, gratulálok a Ferencvárosnak a győzelemhez. Hát vegyes érzések kavarognak bennem, mert kicsit úgy gondolom, hogy itt a szakmai stábhitel csak egyetlen, hogy itt van keresni valónk, a játékosok nem igazán, és kicsit a lagymadagú kezdődött ez a mérkőzés, de második félidőben szépen visszajöttünk a mérkőzésbe, és azokban fontos szituációk, azokban fontos pillanatokban óriási hibákat védettünk, hát itt többnyire óriási hibára azért, hogy kiadtunk szerintem 10 zicsert a második félidőben, meg 2 méteres, pont azokban a kritikus szituációkban, és nem tudjuk túllépni, kilőni ezt a gyerekbetegséget, hogy akkor ott az a helyzet, ami létfontosságú, azt rendszeresen kiadjuk. És ez zicser rajta ablak, tehát ennél jobban nem lehet kitalálni, vagy kreálni, és sajnos ez okozta a vesztünket, hogy nem tudtunk esetleg még közelebb jönni, vagy ki tudja, hogy egy teljesen nyílt átlenni a mérkőzést, és hát itt a végén a zsobára ez nyilván ott már eldőlt és kinyílt az orró. Tehát magunkat okban nem érdett előni a Fradi, tehát a gratuláció az jár, de nem volt ebben kicsit több is. Köszönöm. Már először fordul velünk elő az, hogy nagyon sokkal vezetik a szünetben, tehát a szorosan teszünk a saját magunk a mérkőzés felelőtt. Először is gratulálok mindenki csapatnak. Egy jó küzdős mérkőzés volt, aztán mutatom, hogy a színvonalú, de mind a két csapat küzdött, ezzel a pillanatban nektek mindent értek. Én nem gondolnám, hogy a győzelem veszélybe lett volna bármelyik percben. Örülök, hogy minden fiatalt tudtam játszatni. Rengeteg hibával játszottunk, nagyon sok zicsert kihagytunk, és így nehézítettük a mérkőzést. Az első fél időben is nagyon döcögősre indult a játékunk, elmentünk 6 góllal, utána a meccsbe tudott maradni a mezőköves. A saját hibáinkból nem figyeltünk oda, főleg támadásban, hiába lőttünk 32 gólt, rengeteget hibáztunk, és ennek köszönhető, hogy föl tudtak jönni, de utána rendeztük a sorainkat, és ugye, hogy el tudtunk menni, és egy biztos győzelmet tudtunk itthon tartani, úgyhogy gratulálok egyszerűen. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Te vagy a látomány értőzése, néhány magukban hát gratulálok Fradinak, nem csak ez a meccshez, hanem az egész bajnokság, amit művelnek, szerintem nagyon jól állnak. Hát ezt a mai meccset nem az első olyan meccsünk, ahol mire mi fölébredünk, addig az ellenfél vezetni 5-6 góllal, aztán az, hogy visszahozunk magunkat a meccsbe, az tökéletes játék kell. Tökéletes játékot, mert nagyon nehéz produkálni, egy-két kapufa, vagy bepattan tőlem labda, az már nem. Elmúlt a meccs. Úgyhogy ezen kell dolgoznunk, ami ez is mondta, hogy sok zicser, hétről hétre. Össze kell szednünk magunkat ahhoz, hogy elérjünk a céljainkat. Köszönöm szépen. Mert itt a ház volt a legjobb meccse. Ez egy szezonban, és az egyik legjobb meccset nem is mondta meg, hogy hibáztál-e. Hogyan látod, hogy jól találkozott? Először én is gratulálok a kövesnek, tudtuk, hogy egy nagyon nehéz meccs lesz, de talán még nehezebbé tettük magunknak, én is úgy gondolom, hogy 40 percig jó kézilabdát játszottunk. Utána egy kicsit kihagyott a figyelem, és mi nem vagyunk, mindig ezt súlykoljuk, nem vagyunk sztár csapat, nem engedhetjük ezt meg magunknak, igenis 60 percig oda kell koncentrálnunk, és amikor egy kis esélyt nyírjuk, megnyerjük a meccset, akkor le kell dözni őket. Itt megvolt az esélyünk, nem éltünk vele, egyből szoros lett a mérkőzés, úgy gondolom, hogy ebből tanulni kell, Orosházán 60 percig menni az életünkért, nagyon-nagyon nehéz meccset számítunk, és akkor nem lehet probléma. Viszont úgy gondolom, hogy lépett előre a csapat, mert ősszel a Balázs egy ilyen meccsen pontokat tudott elvinni, ami nagyon-nagyon fáj. Most viszont a csapat azért összekapta magát, a holtponton túlendültünk, és úgy gondolom, hogy már ennyivel előrébb járunk, tanultunk belőle, és most ennél is köszönhető, mert itthon tartottuk a 7 pontot. Köszönöm szépen, kérdés van?